információ, amit arról az agrárkamara és a magaszkérések mérlegelnek, aki földet kíván vásárolni, annak számára ezt a lehetőséget megnyitjuk, ahogy ezt az agrárkamara és a magaszkérő természtette. És még egyszer mondom, ismerve a brüsszeli viszonyokat, fontosnak tartom annak aláhúzását, annak érdekében, hogy ne külföldiek szerezzék a magyar földterületeket, nagyon fontos, hogy annak a földművelésnek tipikus földetekben lehetőséget jussunk és lehetőséget teremtsünk. Az árverések teljes nyilvánosság mellett valósulnak meg, közjegyző közreműködésével és rendületével. Az árverések csak földművesek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok és helyben lakók. Minden ilyen kritériumot hatósági igazolványokkal kell már dokumentálni. Ennek a részleteiről egy kormányrendelet jelent meg hétfőn, amely eligazítja az árverés bonyolító kormányrendelet földalapot, segítségül hívja az ügyvédeket és jogtanácsosokat, hiszen árverésen részt venni csak jogi képviselettel lehet. És természetesen eligazítást ad azok számára is, akik a sajtó vagy az ellenzék képviselőjeként számon akarják kérni ezt a programot és ellenőrizni kívánják. Önök is jelen lehetnek az árveréseknél, a parlamenti képviselőtársaink is ott lehetnek az árveréseknél, és végigkövethetik, hogy milyen körülmények között zajlik. Egy olyan pont van, ami nyilvánvaló majd izgalmas vita lesz, hogy mennyiért indulnak el ezek az árverések. A magyar állam csak jó áron adja a földet, az nem egy szociálpolitikai támogatás, nem ingyenesen akarunk földhöz juttatni bárkit is, ez nem kárpótlás, csak jó áron, ami piaci ár fölötti árat jelent, juthat valaki a magyar államtól szántóföldhöz. Ezt azért mondom, mert természetesen a környezetvédelmi területek, az erdők, természetvédelmi területek kiesnek ennek az akciónak keretéből, csak szántóföld értékesítésére kerülni sor. Az ár kialakítása az a helyben, a megyében, vagy az országban kialakult legmagasabb, helyi legmagasabb árhoz kell, hogy közelítsen, tehát az átlagár fölött kívánja a magyar állam árverésre bocsátani a termőterületeket, nem az átlagár alatt kívánjuk, az átlagár fölött kívánjuk legalább 10-20%-kal megindítani az árverést, abban a reményben, hogy az árverésen még nagyobb ár elérésére kerülhet sor. A vételához hitelt biztosítunk, október 15-e után a Magyar Fejlesztési Bank, feltételezően más piaci bankok is állnak a földvásárlásra jogosult mindegy 100 000 földműves rendelkezésére, hiszen más nem vehet részt az akcióban, annak érdekében a 20 éves futamidejű alacsony kamatozásra, ez maximum 2,5%-os kamatozású, fix kamatozású hitelt tudjuk biztosítani. A következő téma, amiről szeretnék röviden még tájékoztatást adni önöknek, ez az Európai Uniós pénzek kapcsán, és nem a 2007 és 2013 közötti időszak lezárása, hiszen az a maga ütemében halad, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság értékelése szerint veszteségek nélkül, vállalkozásokkal ellentétben veszteségek nélkül tudják a kollégáink ezt a munkát elvégezni. A 14-es 20-as időszak megindításáról van szó. A miniszterelnök úr arra kérte valamilyen minisztertársamat, Balazs Zoltán minisztertársamat és Sesták Miklós minisztertársamat, hogy az EU-s pénzek kifizetéséért való koordinációs felelősség egyében vele együtt folytassunk újabb egyeztetéseket azokkal a szereplőkkel, akik Európai Uniós pénzekre jogosultak. Az Európai Uniós pénzek kétfelé indulnak el, részben állami kedvezményezettekhez, önkormányzatok és állami intézmények. Itt jelentősen egyszerűsíteni kell a pénzek hozzáférésének lehetőségét például az önkormányzatok tekintetében, ezért az önkormányzati érdekképviseletekkel egyeztetnünk kell arról, hogy a mostani pályázati lehetőségeket, kihívásokat hogyan látják, egyszerűbbek lettek, könnyebb lett a pénzekhez való hozzáférés, vagy megnehezült, milyen lehetőségeik lesznek majd Európai Uniós pénzt szerezni. Tehát mielőtt még elindul a pénzek kifizetése, vagy a pályázati dömping, még az idén 2000 milliárdos pályázati csomagnak meg kell jelennie, ezzel párhuzamosan egyeztetésekre van, újabb és újabb egyeztetésekre van szükség. Természetesen be kell venni a kamarát, a vállalkozói érdekképviseleteket, azokat a pénzügyi közvetítőket, akik korábban Európai Uniós támogatásokat osztottak szét és közvetítettek az országban. Le kell vonnunk a CGI kártyával kapcsolatos tapasztalatokat és tanulságokat, meg kell kérdeznünk azokat a kis és középvállalkozókat helyi szinten, települési szinten, választókerületi szinten, hogy a mostani kiírások azok értelmesek-e, egybeesnek-e az elképzeléseikkel és hozzáférnek a forrásokhoz. A kormánynak az az elvárása, hogy mielőtt a pályázati dömping megkezdődik, még egy újabb egyeztetési kör legyen a pályázatok lehetséges későbbi kedvezményezetjeivel, állami önkormányzati érdekőrrel, magánszektorral, gazdákkal, vállalkozókkal, illetve cégekkel, annak érdekében, hogy a pénz biztos jó helyre kerüljön, és biztos külön hozzáférhető legyen. Én azt hiszem, hogy ezek az ügyek voltak azok, amelyeket előre járóban szeretnék volna az önök figyelmébe ajánlani a kormány képülésére. Október 14-én kormánynapot tartunk, amely nem kormányülés, bizonyos témáknak a miniszterelnök vezetésével való áttekintése. A közeljövőben áttekintjük az összes infrastruktúrás beruházást Magyarországon, útépítések helyzetét, növekedéssel kapcsolatos kérdéseket, a vállalkozással kapcsolatos kérdéseket, és legközelebb